Mint Perge Tibor elmondta, a Covid alatt heteket töltött a karcagi Kátai Gábor kórházban, és a gondos ápolást így is szerette volna megköszönni az egészségügyi dolgozóknak. Igazából az első pillanat, amikor a kórházban ott voltam, és már tudtam magamról, hogy hol vagyok. Nem mondom, hogy ez a rendezvény volt az első gondolatom, de bíztam benne, hogy egyszer eljutok idáig, hogy ezt megrendezhetjük, és akkor már azt is tudom, hogy ha ez valóra válhat, akkor már nem kell a kórházba feküdnöm. Tehát ez egy ilyen hatalmas olyan gondolat volt, ami nagyon elérhetetlen volt akkor. És azóta egyre jobban érlelődött bennem, és tavalyra terveztük ezt a rendezvényt novemberre. Sajnos a Covid akkor megint közbeszólt, és most március környezetén már nekiálltunk tervezni, hogy talán, hogyha minden úgy engedi, akkor újra megrendezzük, mert nekem ez egy lelki dolog, és én ezt nagyon szeretném volna megtenni, hogy egy kellemes estét azokkal, akik itt az előadókkal együtt és az egészségügyi dolgozóknak tudunk egy kellemes estét szerezni. Március óta szervezte a mostani koncertet, amelyre zenész társai örömmel mondtak igen, hiszen Zeffer András, Kovács Attila is az egészségügyi dolgozók gondos ápolásának köszönheti, hogy ma itt lehettek, hiszen mindketten súlyos betegséggel küzdöttek évekkel ezelőtt. A tavalyi válogatásból sokan itt vannak, van, aki sajnos már nem tudott eljönni, voltak nagyobb nevek is, kisebb nevek is, hasonlóak, mint mi, de igazából mindenki barát, sőt, nagyon sokan túl vannak valami nagy betegségen. A fellépőknek több, mint a fele túlment leukémián, majd beszélnek is róla a színpadon, és mindenki hálával tartozik az őket ápolóknak inkább. Mindenki így állt hozzá, és első szóra jöttek. És a zene gyógyít, mi zenészek vagyunk, és mindenki ezt vallja a színpadon, hogy a zene, ha más nem, de gyógyítani tud, és összehozza az embereket, a lelkünket gyógyítgatja. A koncerten megjelenteket Perge Tibor, Szepesi Tibor polgármester és Nagyné László Erzsébet a kórház főigazgatója köszöntötte, majd kezdetét vette a két órás koncert. Kezdjük a karcagi Nagy Zoli, akihez nagyon régi kapcsolat fűz, és a Andi a testvére, aki szintén, tehát gyerekkorom óta ismerem őket. Gyerekkoromban már ők támogattak különösen a Zoli a zenekarával, a Seri Együttessel, sok kevesen tudják, de mi 14 évesen már játszottunk a Seri Együttesnek a előadásának a szünetében. Utána egy nagyon kedves kis barátunk, a Bó Viktor, kis újszállásról. Érdekes, hogy pont a Covid előtt került velünk kapcsolatba, eljött a próbahelyünkre, bemutatkozott, énekeltünk egyet, nagyon tehetséges kisfiú. Most úgy gondoltuk, hogy itt a helye neki, hát fiatalságot ő képviseli. Utána egy nagyon jó barátom, a Krómertész zenekarból, Kovács Attila, aki szintén keresztül ment nagyon sok minden, nagyon sok rosszán, de viszont a arany lelke van, és imádom, amikor zenél, ahogy beszél mindenkivel, tehát egy nagyon jó lelkű ember. Ő fog harmadiknak föllépni, Farkas Judit, aki a környékünkön egy nagyon kedvelt és egy nagyon jó előadó, nagyon sok rendezvényen találkoztunk már mindenféle formában, őt is elhívtam, nagy örömmel jött. Ugye utána egy gyerekkori cimbora, aki szintén ugyanezt a rögös utat járja, mint amit én csináltam, a Sillés, és végülis most már a családjával fog föllépni, ők adnak egy műsort, meg beszáll hozzánk egy dalra, és mi fogunk az Adriánnal egy közös kis produkciót. Hát, saját dalokból, meg vendég dalokból, ami a szívünknek a csücske, és a legvégén pedig a Zeffer András, aki szintén leukémiából épült fel 10 évvel ezelőtt, nagyon keményen megharcolt érte, és Adriánnak 10 éves kor óta a barátja, fiának tekinti, ezt mondja. Én nagy örömmel hívtam el, és ő nagy örömmel mondott igent. A meghívott művészek Zeffer András, Kisújszállásról Bó Viktor és Farkas Judit, Kovács Attila és Kenyeres Mirtinke, és a karcagiak Karcagi Nagy Zoltán és Húga Andi, Marsi Illés, Marsi Noémi és fiúk Marsi Illés Magor, és a szervezők Perge Tibor és Perge Adrián óriási hangulatot varázsoltak a Dériné színpadára. Ezt jól lehet tudni, hogy ez amiatt jött létre, mert ugye ő covidos volt, és elég komoly problémáma ütköztünk, amikor kiterült, hogy milyen szinten van ebbe a betegségbe benne, de úgy gondolom, hogy most mindenki, aki itt van, baromi jól fogja érezni magát, egy lelki feltöltődés lesz neki, mert úgy gondolom, hogy az egészségügyi dolgozóknak nagyon fontos koncentrálnunk, ugyanis hogyha ők nem lennének, akkor nem biztos, hogy mi is lennénk. Úgyhogy nagyon köszönjük nekik a munkájukat, és ezzel próbáljuk meghálálni nekik.
a kórházi dolgozók nevében Nagyné László Erzsébet, dr. Fazekas Gábor Gyula, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriumi elnöke és Horváth Névas Erzsébet ápolási igazgató egy-egy ajándékkal köszönte meg a művészeknek a fellépést, a feledhetetlen estet. Én 2006-ban egy akut mieloid leukémián estem keresztül elért engem ez a kór, és gyakorlatilag 9 hónap kórházi kezelés után sikerült teljesen megmenekülni ebből a betegségből, ami lehetetlen. És azt gondoltam, hogy orvosaim is azt mondták, hogy ha már így sikerült, csontvelő transzplantáció mentem át, és igazából az orvosok és a kórházi dolgozók annyira hozzám nőttek, gondolod, 9 hónap alatt, hogy igazából nagyobb biztonságban éreztem magam még évekig, amikor bementem kontrollokra benne a kórházba, mint otthon. Tehát egyszerűen annyira összezárt minket ez a dolog, hogy ezt el tudom mondani, borzasztó kedvesek voltak, visszaadták az életemet. És igazából ez a helyzet, hogy az orvos elmondta nekem azt, hogy nézze, 50% vagyok én, 50% maga. Ha az 50%-ot ön nem hozza, én nem tudom megmenteni. És igazából úgy vagyunk ezzel az egésszel, hogy mondták nekem, hogy ezt átestem. Talán azért is estem át ezen a betegségen, hogy több más ember tudjak bátorítani avval, hogy igenis van, mindenből van kiút. Még az egy ezrelék esélyből is van kiút. Én nagyon szívesen jöttem, a Perge család hívott, Tibiért aggódtunk rettenetesen másfél két éve, amikor a Covid problémája volt a kórházban, hát nagyon válságos volt a helyzete. Adrián meg egész pici gyerekkora ismerem, fiamként szeretem. Én már pótapjának neveztem az előbb. Igen, fiamként szeretem, és zseniális, tehetséges fiatalember, és büszke vagyok rá, hogy most egyetemista, és hát egy fantasztikus család. Én azt gondoltam, hogy minden szempontból nekem itt kell lennem, és az itteni dolgozókhoz is kell egy pár kedves szót szólnom, mert most teljesen mindegy, hogy hol ápolják az embert, az a lényeg, hogy ápolják, és van még, aki ápolja. És ez egy nagyon-nagyon nagy szolgálat, egy nagyon nagy kötelesség, egy kötelezettség, de azt kell mondjam, inkább egy szolgálat ez. Tehát egy elhivatottság. Az előtérben kihelyezett dobozokba a kórház alapítványa számára lehetett támogatást adni az est végén.